Sziasztok! A tökéletesség témakörében van gondolatom, és kicsit megnézzük meg ezt a dolgot. Van olyan biblia tanító, az Andrew Womack, aki azt tanítja, hogy amikor mi újjászületünk, akkor a szellemünk már tökéletes lesz, és utána meg már az a feladat, hogy a lelkünket és az életünket ehhez szabjuk, tehát ezt mondja, hogy megújítani ugye a lelkünket, tehát nem a szellemünket kell megújítani, mert az már akkor tökéletesen újjá van újítva, hanem a lelkünket, és ugye még testben vagyunk. És van olyan nézet is, hogy találkoztam olyannal, hogy valaki mondott egy rossz dolgot, vagyis hát konkrétan arról volt szó, hogy mondta egy hívő, hogy ő eljár ilyen katolikus misékre, és amikor azt mondtam, hogy ez nem jó dolog, mert ezt nem kéne, mert ugye ez nem Istentől vagyon, akkor védelmére kellett egy másik testvér, hogy de hát én sem vagyok tökéletes, megkérdezte, hogy én tökéletes vagyok-e, és hogyha nem, akkor meg miért kell ilyet mondani, tehát valóban az nem jó, hogyha ez arra van használva, ez nem jó, hogyha fügefalevélnek használjuk meg. Meg arra használjuk azt, hogy tulajdonképpen tényleg, hogy senki nem tökéletes, és akkor te miért mondod meg, hogyha te se vagy tökéletes. Tehát ez nem jó, viszont az is igaz, hogy az se jó szerintem, meg jó zenész szerint se, hogyha itt a Földön van egy ilyen perfekcionizmus bennünk, hogy úgy nézzük a többi embert is, meg állandóan magunkat is, hogy egy ilyen állandó vádlással, hogy hát ez nem volt tökéletes, hát ez se volt. Hú, hát akkor ez nagyon gáz, mert a tökéletesség egyedüli mérce. És akkor nem ütöd meg, akkor ugye ennek egy szélsőséges változata az már hajmeresztő, hogy ugye valaki azt mondja, hogy jó, hát újjászülettem meg minden, és, de mégse tudom, hogy van-e üdvösségem. Pedig ugye ez így egyértelműen mondja, hogy aki hisz, az nem megy ítéletre. Átament a halálba az életbe. Tehát ez majd a hitetlenség is bejön. Szóval a perfekcionizmus az meg kegyetlen dolog, mert hogy az ugye nem tud megelégedni. Tehát persze azt kijelentem, hogy úgy hiszem, hogy törekedni kell a tökéletességre, és valóban van olyan ige, hogy legyetek tökéletesek, de megnéztem az ógörökbe, és ezt nem úgy kell érteni, ott az van a magyarázatban, már volt erről egy videóm, hogy ez nem azt jelenti, hogy a tökéletesség, ez azt jelenti, hogy azaz, hogy minden egyes cselekedet minden 100%-ot eléri, és hogy, hanem az egy érettséget jelent, az egy szellemi érettség, az egy beteljesedettséget jelent. Természetesen törekedni kell, hogy mindent úgy csináljunk, hogy abban ne legyen hiba, de én azt hiszem, hogy azért is kell új testet kapnunk, és újra teremtődni, mert amíg itt vagyunk a Földön, addig szerintem azért nem mondhatja senki magáról, vagy ez kicsit illúzióban van, aki azt mondja, hogy ó, hát én már X idején teljesen tökéletesen csinálok mindent, bennem nem fogsz hibát találni, mert én már tökéletes vagyok, cselekedeteimben is, a lelkem is teljesen 100%-ig megújult, a szellemem, mindenemet a Szent Szellem vezeti 100%-ig. Egyedül Jézus volt, aki ilyen tökéletes, de persze törekedjünk rá, törekedni kell a tökéletességre, és csak mondom, ezt láttam már így kegyetlenkedni is, hogy egyik hívja a másikat azzal nyomasztja, meg ilyesmi, hogy állandóan figyelgeti, meg ilyen szálka kiszedegető szolgált, és akkor nem magát nézünk minden, hanem a másikat, hogy fiú te, mert ezt láttam, azt láttam. És mondom, ha ez nem szeretetben van, hanem egy kegyetlen, tehát perfekcionizmus, az lehet egy ilyen ördögi hajszoltságot is létrehoz, egy ilyen állandó meg nem elégedettséget, állandó károsztatás alatt van az illető, tehát ez nem jó. De ha valaki egy törekszik a tökéletességre, törekszik, és tehát az természetesen jó, úgyhogy ennyi.